latin nyelvet, és tudjuk, hogy ókori klasszikusokat is forgattak, és Cicerót, Cátót, Szenekát is, de természetesen a Szentírást kellett értelmezniük elsősorban, de valószínűleg nem csak latinul beszéltek, hanem a néphez magyarul is szólottak. Szent Gellért, amikor megalapítja a családi püspökség mellett a püspöki iskolát, három szerzetest viszel Pannonhalmáról, nyilván ezek írástudó és képzett emberek voltak. Pannonhalmára Szent Adalbert szerzetesei jöttek, akik részben Rómában tanultak, és ez lehetett annak az oka, hogy mindjárt iskolát is tudtak indítani, mert felkészült művelt szerzetesek voltak. Az első két évszázadban államalapításunk után volt jelentős szerepe a bencéseknek, akkor tanították a népet, szerzeteseket és püspökségeken, és valószínűleg püspökségekre is, kancelláriára is nagy hatással voltak a bencés monostorok. Második József 1786-ban beszüntette a rend működését arra hivatkozva, hogy az állam számára nem jár kézzel fogható haszonnal. 1802-ben újjászerveződhetett a rend, azzal a feltétellel, hogy részt vállalnak a középfokú oktatásban. A bencéseknek egyszerre kell teológiát tanulnia és a fölkészülnia a világi szakjaikra, ezért kell létrehozni az új könyvtárat, újjáépíteni egy nagy könyvtárat, hogy mind a teológiának, mind a nyelvészetnek, mind a matematikának, fizikának kialakítsanak egy könyvtárat, és ki kellett alakítani a kolostorban bizonyos termeket is, ahol oktatták ezeket a tárgyakat. Tehát egyszerre volt itt teológiai főiskola, és egyszerre volt itt felkészítés az egyetemi tanulmányokra. Később Budapesten vizsgáztak a bencések, és Pannonhalmán tanultak, sikerült elérni a főapátoknak, ez így volt egészen a II. Világháborúig. Pannonhalmán felvetődött a kérdés, hogy iskolát alapítsanak századfordulón, de gazdasági okok miatt kétszer is meghiúsult ez a vállalkozás. Majd Teleki Pálnak volt az ideája, hogy olasz kapcsolatokat is kellene feleveníteni, hiszen volt az angol iskola, Sárospatakon, francia iskola, Gödöllön, és ő kérte föl a bencés rendet, illetve Kelemen Krizosztom főapátot, akit budapesti iskolaigazgató korából ismert, hogy itt is építsünk egy iskolát Pannonhalmán, egy olasz gimnáziumot. Firenzéből két lektor is jött, akik itt laktak, és délután is bizonyos tárgyakat olaszul tanítottak a diákoknak. Ez egy 8 osztályos iskola volt, 230-240 főre tervezték, és diákotthonos, méghozzá olasz, illetve angol kollégium mintájára, egy osztály, egy diákotthoni egységet is jelentett. Hát a jezsuita rendszerben a diákotthon külön él, bár jezsuita vezetéssel is külön az iskola. Ez az olasz rendszer az iskola és a diákotthon együtt élésén alapult. Ezt Kelemen Krizosztom szorgalmazta, és az első igazgatót kiküldte Olaszországba, Angliába is, hogy tanulmányozza a diákotthonnak és az iskola egységén alapuló rendszert. Az olasz gimnázium rövid ideig tudott működni, mert a háború után hamarosan 48-ban feloszlatták a egyházi iskolákat, és a két lektort is bevádolták különböző kémtevékenységek, és el kellett menniük, és utána már megszűnt az olasz iskolának ez az olasz jellege, két évig államosították, és 50-ben a megegyezés értelmében újra
taníthattunk itt Pannonhalmán, és újra Bencés lett az igazgató. A kommunizmus 4 évtizede alatt csupán 8 katolikus iskola működhetett tovább Magyarországon. Bár a városon kívül dombra épült Pannonhalmi Bencés gimnáziumnak földrajzi elhelyezkedése jótékony elszigeteltséget biztosított, mégsem kerülhették el a folyamatos állami ellenőrzést. 1956-ban talán ez volt az egyetlen iskola, amely végig tanított, végig működött. Ennek ellenére akkor igazgató Cseveges Dávid atyát elvitték, és már az autón látták, hogy megverték, és 2 évig börtönre ítélték, és utána engedték csak vissza. Majd 5 év múlva egy himnuszt elénekeltek gyerekek, és kis ünnepséget tartottak, amely szintén kitudódott, és akkor több bencést elküldtek, illetve több diákot. Tehát bizonyos ellenőrzés alatt volt az iskola. Minden évben fel kellett küldeni szinte rendszerváltozásig a tanári névsort, és jóvá kellett hagyni. Volt, aki osztályfőnök lehetett, voltak rendes tanárok, voltak nem rendes tanárok, tehát különböző kategóriák voltak, és bizony az iskolának nagyon vigyáznia kellett, hogy ne legyen olyan híre, amely miatt bezárják. Aztán voltak kellemes emlékek is, amikor diák voltam, kellett november 7-én ünnepséget tartani, és az egyik atya, Hildebrand atya úgy jött be, hogy gyerekek, ez olyan nehéz téma, hogy le kell most, hogy üljek. És leült, és mindenki majdnem nevetett. Tehát próbált az iskola valamiképpen megőrizni az autonómiáját, és még november 7-én is egy zongora darabokat játszottak, vagy pedig egy tudományosabb jellegű történész előadás volt, és nem pedig valamilyen ünneplése a rendszernek. Tehát bizonyos dolgokat be kellett tartani, hogy lehessen működni. Nagyon vigyázni kellett 56-os ünnepeken, hogy a diákok nehogy valami botrán csináljanak újra, de egyébként eléggé független volt az iskola, és a szűk kereteket megpróbálta kihasználni, hogy élettel töltse be a falakat. Volt bizonyos korszak, amikor a szinte üldözött szülők gyerekei jöttek ide, és hát az is eredmény volt, hogy leérettségiztek, és utána nagy nehezen, több év fizikai munka után bekerültek az egyetemre. Tehát nagyon nagy volt a különbség egyes korszak után. Igazából 80-tól, illetve 84-től lett könnyebb a felvételire való bejutás, de a negatív bírálat, a negatív értékelés egészen rendszerváltásig tartott. Tehát az eredményekben volt egy ilyen egyetemi felvételiben egy ilyen méltánytalanság is. Az OKT versenyeken részt vettünk, és próbáltuk mindig a ifjúságot mondjuk versenyre is elkészíteni, de a legnagyobb eredmény azért mégis az osztályközösségnek a kialakulása, az egymásnak a tekintetbevétele, mert nagyon sokszor veszekednek, talán egyre erőteljesebben az ifjúság, amíg megszokják egymást, de hogy ez a békességé váljék, ez a különbségeknek az elfogadása. Talán ez a legnagyobb eredmény, ha osztálytársak iskolában lévő különböző szellemi képességű, különböző helyről, egy kisfaluból, nagyvárosból jövő gyerekek egymást el tudják fogadni, akkor a társadalomnak is egy békés, toleráns embereivé válnak. Talán ez a legnagyobb eredmény egy ilyen együttélésnek. Mindenki számára világos kell, hogy legyen, akik ide jelentkezik, hogy ez egy egyházi iskola, ahol természetes az, hogy valamilyen egyházközséghez tartozik, adott esetben egy katolikus egyházközséghez, vagy esetleg egy református, vagy
evangélikus közösséghez tartozik, ezért is kérünk a lelkészektől, hitoktatóktól némi ajánlósokat, némi jellemzést a jelentkező diákról. Bencés diák voltam, és volt egy képem a Bencés iskoláról. A Bencés, tehát az érettségivel, a Bencés iskolával nem szűnt meg a kapcsolata. Nagyon sokat túráztunk régi tanáraimmal együtt, diákokkal együtt, tehát a diáktársakkal együtt. És hát ebből a kapcsolatból nőtt ki az, hogy engem meghívtak ide tanítani, és örömmel vállaltam, mert tudtam, hogy hova jövök. Hazajöttem. Én úgy látom, hogy nagyon befogadóak a gyerekek, és értékközpontúak, viszont nagyon nehéz hozzájuk eljutni, és ez izgat igazából, hogy mi az milyen csatornákon lehet az értékeket, az én értékeimet egy keresztény értékrendszert átadni a fiataloknak. Az lenne a feladat, hogy most a Széchenynek az elképzelését, illetve a Széchenyi Kossuth vitát... Iskolánkban 18 rendtárs tanít, ők részben tanítanak, illetve hát a diákotthonban prefektusok, nevelőtanárok. Vannak, akik teljesen főállásban, vannak, akik aztán óraadó tanárként 2, 3, 4, 6 órával tanítanak az iskolában, mert van nekik a apátságon belül más főállásuk, hogy úgy mondjam. A világi tanárokat, hát az egy kialakult csoport, de folyamatosan töltöttük fel tulajdonképpen, ahogy szükség volt, hogy új munkatársakat keresünk. Úgy gyűjtjük össze a világi tanárainkat, hogy megszólítunk volt diákjainkat, akikről úgy vannak emlékeik az itt élő rendtársaknak, hogy milyenek voltak diákkorukban, meg hát a diák az érettségével nem fejeződik be többnyire a kapcsolat a volt diák és az iskola, vagy a osztályfőnöke, prefektusa között, hanem az, úgy mondjam, élő kapcsolat egy életen át most jó esetben, vagy többnyire inkább ez a jellemző, és úgy látjuk az életük alakulását. Így tudunk aztán megszólítani akár konkrétan a tantárgyak tanítására volt diákjainkat, vagy újabban a diákotthonban is vannak világi prefektusok, nevelőtanárok, ők is mind diákjaink voltak. Pannonhalmi diákok, illetve győri diákok. Olyanok, akikhez úgy bizalommal tudunk fordulni, van benyomásuk, hogy mit jelent a diákotthon, mit jelent egy egyházi iskola, megtapasztalták, hogy számukra mi volt jó, mi volt rossz, így adva van a lehetőség, hogy a rosszat ki tudják már kerülni, vagy a kevésbé sikerültet. És ez egy nagyszerű dolog, egy kicsit az iskolánkat is, vagy mindkét Bencés iskolát is jellemzi, vagy értékeli az, hogy vannak ilyen gyerekek, bocsánat, volt diákjaink, de nem sértődnek meg a gyerek elnevezésére, akiket tudunk bátran megszólítani, és tudjuk, hogy akadnak olyanok is, akik erre vállalkoznak. Kapcsolatokat ápoljuk, mint régi diákok, és ismernek minket itt a gimnáziumban, és egyszerűen a nevünk fölmerül, mikor szükség van emberre. És hát én is nyaralás közben kaptam a telefont, hogy az igazgató úr hívott engem, hogy szükség van tanára, és hogy elvállalom-e. A rendbe belépő fiataloknak a többsége Bencés diák volt. Én nem voltam Bencés diák. Budapesten világi iskolában érettségiztem, alig ismertem Pannonhalmát, mikor jelentkeztem. Számomra egy nagyon erős és meghatározó hívás volt, amit éreztem, és mikor életemben második alkalommal jöttem Pannonhalmára, akkor már jelentkezni jöttem gyakorlatilag. Számomra egyértelműen ez egy isteni szó volt, amelyik megérintett, amelyik megragadott, és úgy gondoltam, hogy ezt követnem kell. Úgyhogy valójában ez egy ilyen igazi hitbeli lépés volt, mert ismeretlenbe jöttem el. Nem ismertem Pannonhalmát, nem ismertem a bencéseket, és itt helyben fedeztem fel azt, hogy milyen élet bencésnek lenni,
milyen a tanítás. Valójában nem is gondoltam nagyon bele abban, amikor jöttem, hogy tanítani fogok. Én Bence szeretes pap akartam lenni. És bár rákérdezett erre akkoriban a magiszter atyám, mostani főpátor Várfegi Astrid, hogy és a tanításról hogyan gondolkodom, mondtam, hogy szívesen csinálom azt is, hogyha oda kerülök. De nem gondoltam bele különösebben, tehát ez valahogy jött természetesen azáltal, hogy ebbe a közösségbe léptem bele, és mivel itt a idősebb testvérek azok mind tanítanak, ezért a természetes volt, hogy magam is Budapestre kerültem, egyetemet végeztem, és utána, mint végzett diplomás tanár, kerültem a gimnáziumba. Bien, passons six. Passons six. Jó, elolvassuk. Ha van ismeretlen szó, akkor szóljál, lefordítom, de elmondom, mi a feladat a szöveggel. Gólj kezdet. Il existe trois chaînes nationales. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb a gyerek, aki velem szemben áll, és minden emögé sorolandó. Tehát az a tudásanyag, amit át szeretnék adni, azt úgy kell átadnom, hogy figyelembe veszem azt, hogy kinek, hogyan és milyen áron. Tehát valahol mindig abból kell kiindulnom, hogy mi az a valóság, ami velem szemben van, akikkel együtt élek, és hogy hogyan tudunk a legjobban együtt haladni. És ennek megfelelően nagyon változhat az, hogy a csoporttal milyen gyorsan és mikor, hogyan lehet haladni. Változik ez a hozzáállásuktól, koruktól, és hát a adott hangulatuktól is. A legfontosabb véleményem szerint az Isten hit. Ezt nagyon nehéz átadni, ugye az Istentől van a hit, és viszont hogyha az ember komolyan gondolja a hitét, és ezt éli, akkor talán valamit megéreznek a fiúk ebből. Itt együtt élünk az iskola, az bentlakásos iskola, hát szinte kivétel nélkül mindenki diákotthonos. Ez egy nagyon nagy előny, mert együtt élünk, meg tudjuk mutatni nekik az együttélés szabályait, akár tanárral kapcsolatban, vagy tanári viszonyban, akár egymással való viszonyukban. Tehát ez egy nagyon nagy előnye az iskolának. A jelentkezésre se panaszkodhatunk, még legalábbis, hiszen mindkét iskola típusra, tehát a 6 év folyamosra is, meg a 4 év folyamosra is, kétszeres, illetve hát a 4 év folyamosra valamivel több mint kétszeres a jelentkezők létszáma, és hát itt tényleg van szerepe, hogy úgy mondja, a felvételi vizsgának, vagy a felvételi beszélgetésnek. Tehát így létszámgondunk nincsen. Nagyon különböző helyekről jelentkeznek egyébként a gyerekek. Pannonhalmától, vagy a nyugati határt mondjam, Soprontól, egészen az orosz határig, vagy Kisvárdát említhetném. Elmúlt években volt onnan diákunk, tehát ez egy elég messzi pont, vagy Gyula. Meg hát vannak a Pannonhalma városkából is persze diákjaink. Egy-kettő van a Erdélyből, szlovákiai magyarságból, talán most az idén Jugoszláviából nincs, de a korábbi években onnan is volt egy vagy két diákunk. Az ide bekerülő diákok az iskolában tandíjmentesek, mint ahogy hát Magyarországon tandíjmentesség van. A diák otthonban a nyersanyag, étkezési nyersanyag miatt kell térítést fizetniük, illetve a zenetanulásért, ami plusz, és a harmadik vagy negyedik nyelv tanulásáért kell fél évente egy meghatározott, nem nagy összeget fizetniük a gyerekeknek. Itt aztán figyelembe vesszük a étkezési térítésnél, hogy ki származik nagy családból, kinek vannak más családi gondjai, munkanélküliség vagy egyéb ilyenkor. Mindig kérhetik a szülők, ezt amikor megírjuk nekik mindig, hogy van lehetőség,
erre, aki nem tudja ezt az összeget előteremteni, hogy elengedjük teljesen, vagy félig, vagy mérsékeljük ezt a díjat, meg tudjuk tenni, mert vannak régebbi diákok, akik különféle módon segítik az iskolát, vagy csak úgy, hogy ad egy bizonyos összeget, hogy a rászoruló diákoknak, vagy letesz egy bizonyos összeget betétkönyvbe, és a kamatjait lehet szétosztani. Ilyen is van egy jó pár, és ebből egy körülbelül évente egy 5-600 ezer forintot tudunk így gyerekeknek kedvezményként, vagy mérséklésként szétosztani. Van olyan diákunk, aki évről évre, régebbi persze, aki évről évre egy gyereknek az előző tanévi eredménye alapján a teljes ellátását vállalta, egy másik pedig a teljes ellátását és még a költőpénzét is némileg egy másik diáknak. Az iskola szerves részét alkotja a diákotthon, de vajon hogy viselik a fiatalok azt a szigorú bezártságot, amely Pannonhalma sajátja? Bizonyos értelemben egészen biztosan fizikai érzettséget jelent sok mindentől, ami ma már természetesnek számít egy kamasz életében, viszont az tény, hogy akinek az számít, hogy kicsit nagyképpen hangzik, hogy szellemi értelemben viszont messze olyan dolgokat ad, vagy adhat Pannonhalma, amelyre máshol nem lenne ezeknél a megszorítások nélkül lehetőség. Tehát valamiért. Alapvetően azt mondom, hogy jó együtt élni. Együtt élünk a fiúkkal, és ez az élet nagyon sok szépséget rejt magában. Együtt alkotunk egy családot, magunk között a diákjainkat, az ember a saját osztályát úgy szokta nevezni, hogy a fiaink. És ugye az évek múltával tényleg arra jön rá az ember, hogy az a kezdetben 30-36-40 ismeretlen arc, az egy családot kezd alkotni, talán inkább közösséget mondanék, mely közösségben nagyon szoros, életre szóló szálak szövődnek, életre szóló barátságok kötődnek, és ebben a közösségben nagyon fontos szerepem jut, hiszen barátja lehet 36 az osztályban járó fiúknak, de osztályfőnök, a prefektusa csak én lehetek. És ezt nagyon is várják tőlem, hogy ezt a szerepet, ezt a apai közösségvezetői szerepet betöltsem. Tehát várják tőlem azt, hogy segítsek nekik, várják tőlem irányítást és jelenlétet. Bábornán lovaglást szervezünk, és ennek én vagyok az irányítója, tehát a testi munka, vagy ugye a sport az nagyon fontos, de ugyanígy van madarász szakkörtől kezdve a kézműves foglalkozásokon át, tehát a könyvkötészet, az agyagozás, ezeket is itt el lehet sajátítani. Aztán még a saját szakterületemnél maradva, van egy nagyon gazdag levéltár, könyvtár, nekem van egy oklevélolvasó szakköröm, amivel a latint és a történelmet a helyi hagyományokkal, helyi kulturális adottságokkal lehet ötvözni. Aztán például egy latin újságot szerkesztünk a diákokkal együtt, ahol szintén hát nem csak Asterix képregény van latinul, meg hírek, hanem mindig Szent Benedek életéből, vagy regulájából egy-egy rész, vagy Szent Márton életéből. Nagyon sokféle oldalról kell a fiúkat leterhelni, hogy ne érezzék itt ezt beszorított világnak, és azt hiszem ez többé-kevésbé sikerül is, tehát a diákoknak a nagy része jól érzi itt magát. Én egy pusztán nem magas szintű képzés miatt jöttem ide, és ennél sokkal-sokkal többet kaptam, egy olyan gazdag, pezsgő szellemi életet, ami aztán itt tartott engem a nagyon sok nehézség ellenére. Minél több lehetőség legyen, amik közül választhatnak, hogy itt tudnám mondani, hogy minél kevesebb unatkozó diák legyen, mert ugye az unalom azért a fiatal embert, felnőttnek se tesz jót, de a fiatalt meg azt hiszem, ha úgy unatkozik,
akkor egy kicsit tönkreteszi, elveszti a élénkségét, érdeklődését. Elsőnek ebben a házikóban található hőmérőről olvassuk le a hőmérsékleti értékeket. Ez az éppen aktuális hőmérsékletet, a maximum és a minimum hőmérsékletet. Minden nap még a hőmérsékleten és a talajhőmérsékleten kívül megmérjük az esett csapadék mennyiségét is, ami jelen esetünkben ugye milliméterbe számolva nulla, hiszen hál' Isten nem esett csak csapadék. Ezen kívül még a égnek a felhőzet borítottságát is meg szoktuk mérni. Erre segítséget nyújt számunkra ez a táblázat, amin rajta vannak a felhőzet típusok. Hát most az égen talán altocumulust és cirruszt lehet leginkább találni. A Környezetvédelmi Minisztérium és a Közoktatási Minisztériumnak a fölhívására csatlakoztunk ehhez a GLOBE hálózathoz. Több célja is van. Elsősorban a diákokat akarja megismertetni néhány természet mérő módszerrel. Az, hogy hogy lehet megmérni a léghőmérsékletet, a talajhőmérsékletet, a csapadék mennyiségeket biztosítanak hozzá mérőműszereket, és miközben nap mint nap mérik adott időpontban diákok ezeket a paramétereket, egy picit jobban megismerik a természetnek a sajátosságait, kérdések merülnek föl, aminek utána lehet nézni. A másik nagy izgalma ennek a nem játéknak, hanem inkább egy kis tudományos munka felé közelítő tevékenységnek, az, hogy az adatok nem maradnak meg itt, hanem az Egyesült Államokban létezik egy közös honlap, a GLOBE honlap, amibe be tud lépni minden iskola, aki részt vesz ebben a programban, betáplálja nap mint nap a saját adatait, fölkerül egy ilyen világszintű, hatalmas nagy adatbázisba az a pici, apró kis adat, amit itt mérnek, és így ott lehet látni a többieknek az adatait is, tehát valahogy úgy kínálkozik az alkalom az összehasonlításra, egy nagy rendszerbe kerül bele a mi kis rendszerünk. A lányok hiánya az itt élő diákok többségét nem zavarja. Eleinte talán szokatlan, de szerintem jobb így, mert így inkább a tanulásra koncentrálunk, meg azt tapasztaltam, hogy néhány ember között kialakult az igazi férfi barátság, ami más iskolában nem igazán lehetséges. Egyébként van testvér, hát legtöbb osztálynak van testvérosztálya. Nekünk például Egerben van, azok csak lányok. Nagyon fontos szerepe van az egyéni kapcsolatteremtésnek, tehát nem csak egy közösség állok szembe, hanem hogyha látom, hogy vannak problémásabb tagjai, akkor ezeket külön megszólítani. De itt nem csak a tanárnak van nagy szerepe, hanem a diáktársaknak is. Én ezt diákként is tapasztaltam, és most tanárként is tapasztalom. A közösség az, ami itt megfogott, és amiért én szeretek ide járni, a barátok, meg a többi kapcsolat az atyákkal, meg a tanárokkal, amit itt Panalmán tényleg megtapasztalhat az ember, meg ezek az emberi tényezők. Itt azt hiszem, hogy nekem nagyon bejöttek, és nagyon fontosak. Itt nagyon mélyen lehet megélni a dolgokat, és tehát ehhez kell egy lelki alkat, és kell egy szellemi háttér, ahonnan érdemes idejönni. Ide akkor érdemes jönni, ha az ember maga akar idejönni. Másképp csak szenvedés lesz belőle. Nagyon